Horgászkalandok. A combó. Horgász útjaim során eljutottam az Emerald szigetre. Még pontosabban a nyugat-írországi Mayo megyébe, amely valóságos paradicsoma a sport, a tengeri és a hobbi horgászoknak. Írország sok és változatos fajtájú halairól híres. Néhány horgász rájött, hogy a közismert és kitűnő horgászhelyeken kívül van egy csodálatos tó is, amelyben a harcos combó él. Most ezt a halat vizsgáljuk meg. Két fiam, James és Daniel is velem tart. Elkísér horgász és szakértő cimborám, Connor Denedy, aki Mayo megye horgászatának két lábon járó úti könyve. Ez itt a Love Domb, néhány kilométernyire Knacktól, ahol nemzetközi repülőtér is található. Írországban a horgászat szinte ingyen van. Nos, ez jó combózó helynek látszik, ugye, Dan? A jelzésen megyünk tovább. Fiúk, ti maradjatok itt, jó? Én meg Connorrel átmegyek amoda. Feltettem a csúszó kapcsot. Arra teszem rá a nyitott etetőkosarat. Itt vannak a súlyok. James, vegyél ki egy tízest. Ez körülbelül jó lesz. Az ilyen jellegű horgászatnál fontos a helyes felkészülés. Van néhány titkos kellékünk a csalihoz. Kenyérdarabokat, kendermagot, teljes kukoricát és giliszta darabokat keverek össze. Az egészet megfűszerezem, és kész a combó vegyes tál. Lógasd be a szerelést abba a sokadalomba. Connor önetetőt, én önetetőt és úszót használok. A fiúk úszós szereléssel horgásznak. Szétszórunk némi csali keveréket, hogy felkeltsük az érdeklődésüket. Jönnek a buborékok az egész környéken. Most szépen leülünk, és megvárjuk, hogy mi történik. Jól van. Ez a keverék felkelti az érdeklődésüket. Látják, milyen kellemes, békés reggel? Ahová csak nézünk, mozognak a combók. Mindenütt jön a buborék. Egy kis vakarózás, egy kis elmélkedés. Ebben a pillanatban még minden bizonytalan. Vajon jó csalit választottunk? Jó-e az úszó és a módszer? A combózás türelemjáték, mert szemünket állandóan az úszón tartjuk. A felkészülés és türelem azonban hamarosan meghozza a gyümölcsét. Figyelj az úszóra, Daniel! A tiédet figyeljem a sajátom helyett?
Miért? Kapás volt? Igen, még rajta is lehet. Nézd csak, ott a felszínen, látod? Ott csillog. Lenn a fenéken. Te látod? Egy pillanattal ezelőtt láttam. Azt hiszem egész rendes méretű, látod? Ó, de szép! Jól csináltuk, Dan. Szép példány. Vessünk rá egy pillantást. James, tudnád nekünk tartani a szákot? Látod? A szokásos gubanc. Hozd csak az ülő dobozt. Nézzük csak meg ők elmét. Na hát, itt vagy. Ah, gyönyörű vagy. Nézd ezt a gyönyörű halat. Az úgynevezett nyálkás combó. James, hát nem szép? Nézd csak meg. Hát nem szépséges hal ez? Ki tudod szedni a horgot, Daniel? Így, gyönyörű combó. Fiúk, lássuk, jön-e nektek is egy. Jól van, adjátok a haltartót. Átgázolok vele oda. Megyek, srácok. Rajtam már van csizma. A te csalidra jött, ugye, Daniel? Reméljük, hogy még sok jön. Az úszós horgászatnál a combó kétféleképpen kaphatja be a csalit. Egyrészt bekaphatja a mozgó horgot, ekkor lemegy az úszó, másrészt felkapja a fenéken fekvő csalétket, ekkor az úszó elfekszik. Mindkét esetben határozottan be kell vágni. Nem, ez elment. Nincs szerencséd, Dan. Jó hangulatú várakozás, sok-sok combó buborék, etetés, de a hal még így is gyakran túljár az eszünkön. És megint apu. Ma varázs keze van. Váratlan kapás. Nézzétek, fiúk, ahogy jön fel a buborék. Nézzétek, hogy bugyog. Láttátok, ahogy megy? Most meg elmerült. Ez egy kicsit jobb halnak látszik. Kár, hogy unatkozik a fenéken. Nézd csak, ott van. Uram, jön, jól szákolt. Jól bizony. Vigyük csak be a doboz másik oldalához. Igen, itt még lehet jó néhány hal. Dan, vegyük ki a horgot. Ez két horgot is benyelt. Ezt már én is megakasztottam. Nem, ez aranyozott horog. Nem a miénk, Dan. Biztos vagy benne? Nézd, a miénk nem ilyen. Valaki már horogra akasztotta és elvesztette. De szép combó. Lehet 2 kiló. Körülbelül másfél, 1,70. Betennéd a szákba? Na gyerünk, fiúk. Ezek itt úszkálnak, mi meg elveszítjük őket. Nézd meg az úszódat. Ügyes voltál, Dan. Köszönöm a szákolást. Most pedig... szívunk egy kis olajat. A dolgok szárnyára kapok. Ez egy jellemző ír közmondás. Daniel ötlete az, hogy az apja botjához ül.